Sziasztok, ide végül is nem mint a Mombazu, amiben folytatjuk tovább, és hát szeretném azt a kis hajós tervemet megcsinálni. Alapesetben azzal a felállással, hogy elkötjük azt a ladikot, és gyorsan körbenézünk, amíg senki sem figyel. Viszont az a baj, hogy szerintem nem azért állt az meg, mert kifogyott az üzemanyag, hanem azért, mert hát nem vettem meg, és így nem mehetek vele messzire. De ezt most mindjárt kipróbáljuk. Itt van nálam üzemanyag, mert még töltök is, és ha beindul, akkor beindul, meglátjuk. Na most itt van a barátunk, nem megy el, szóval a láncfűrészemet kérlek, hozz ide holnapra. No problem, my friend. Körbenézek a délután. In my driveway, if I found it. Hát azért remélem, hogy megtalálod. Hát ha már te se találsz valamit, akkor az nagyon kibagolt a világból. Illetve amit még mindenképpen szeretnék így a nap elején, az a 25. beszélgetésű Gerikkel. És nem történt semmi. Legalább csak egy kicsikét olcsóbb heater, vagy valami, Erik. Komolyan. Együtt ér neked a barátságuk. Most mondanám, hogy hát, ha majd 50-nél, de... Hát szerintem nem. Itt van a hátul a benzintartály. Maybe you do not own the boat. Fuck. Addig nem tekerhetjük le a tankkapkát, amíg nem kapjuk be a kulcsokat. Shit. Jó, hát figyelj, eléggé fair hozzáállás. Viszont hát ez a hajócska nekünk 14.500 dollárba kerülne, ami egyébként sok. Tehát több, mint az a ház, ahol egy drogfarm lesz majd a pincébe, meg voltak buggy partok, meg minden. Tehát, hogy ebből kifolyólag most... Ennek a hajónak kell, hogy legyen valami értelme. Itt is van egy telefonszám, most nem tudom, hogy ezt is itt kell helybe megvenni, de inkább felhívom, hát ha tudunk alkudni, vagy valami. A kisháznál sem nagyon értem, meg felhívni, de... Figyelj, egy próbát megér. Most párra talán fogjátok a fejeteket, de Dávid, gyűjtsed már ki az áramot, meg az elektromos heatert. Igen, igen, értem én, de ha most megjön az utalásunk, mert megint pont nem lesz meg az elektromos az árambehúzás, szóval még egy hetet kell várnunk, hogy meglegyen az árambehúzás, és akkor is még csak az árambehúzás van meg, amivel még igazából semmire nem megyünk az elektromos heater mellett, csak annyi, hogy sokkal kényelmesebb, na bum. Most is már kettő kannával full easy, szóval így inkább szeretnék menni felfedezni és találni aranyrögöket az egyik szigeten, vagy nem tudom. Hát, ha lesz valami. Kicsöng? Halló, jó napot? Mennyit engedsz a feléből? Very good boat, a bit small but fast. Thanks for calling. Wow! Micsoda tájékoztatás, de én valami jobb árat kérek, apukám. Ne került ki a választ. Hát, úgy látszik ez a betanult szövege. Akkor se adom föl, addig fogom zaklatni, amíg nem enged az árból. Hát így 10 hívás után szerintem nem fog engedni az árból. Francba. Akkor licspás hátra a 14.500 dollárért van egy hajónk. Igazán ide jöhetnél, komolyan mondom. És végül is így már ennek a nagyon lassú vízbeni mozgásnak is van értelme, mert így hajó nélkül, hát embertelen lenne megközelíteni ezt a szigetet, de hajóval már hát igazából csak azzal tudod így, ha nem vagy egy igazi vadállat. Na most már le tudom tekerni, nem tudom mekkora lehet a tartálya, de ez full üres. Van nálam ugye most 20 liter üzemanyag, még van kint a kocsiba egy plusz 10-es, lehet, hogy azt is elhozzuk, aztán csak nem lesz itt nagy baj. Nem tűnik ez picinek. Aha, ki is fogyasztotta a 20 literes tartályt? Ki bizony? Akkor szerintem még felkészülök egy kicsivel több üzemanyaggal, horgonyt felhúzzuk, és már megyünk ki is. Szépen ide visszaállunk, és akkor még elmegyek a benzinkútra. Hozzuk egy kicsit. Na! Kicsit szeszélyes, de jó lesz az. Meg fogjuk szukni. Horgonyt ki. Zsír. Nem is ment bele több, szóval most már tudjuk, hogy 30 literes a benzintartálya, az tele van, plusz még van nálunk 30 liter, szóval szerinte meg vagyunk, egy kis juharszirup is az útra, hogy nehogy kiszáradjunk, és ott van a Haló? Várjál, az most fel van húzva? Fel van húzva, oké, mehetünk, csak ide esett senki, mert akkor Csóri Gillesnek kell majd megkeresnie. Szóval az a sziget, ahova megyünk, és
Nincs is az annyira messze, mint gondoltam. Ott a kis kúnyhónk, jaj, de aranyos. Ott is ki tudunk majd kötni, de ezzel így egy per egy haza is tudunk majd menni. Igaz, hogy utána be kell majd gyalogolnunk a városba a pick-upért, de hát így jártunk. Gyalogoltam én már annyit ebbe a játékba. Az a kicsi már nem számít. Aha, szépen betöltötte a textúrákat. Egy külön kolóniát úgy nem nagyon látok, szóval nem nagyon fedezzük föl se Amerikát, se egy új törzset, de valami még azért csak lehet itt. Kim van a horgony, szóval illene megállni. Nagyon jó! Halló! Van itt valaki? Az csak fű. Mármint nem olyan, hanem sima. Á, egy nagy sík terep! Yeah! Ez tök jó. Örülök, hogy megtaláltam. És a másik oldalon... Na-na. Azért valami legyen. Hát... a végtelen tenger. Nem tudom, hogy vajon hogy milyen a játék határ egyébként. Vajon egy láthatatlan fal, vagy nincs semmi, nem tudom. Habár nem hiszem, hogy olyan nagy távolságban még lenne majd bármi, amiért érdemes lenne egyébként is elmenni. Hát... van egy rossz hírem. Ez hihetetlen, bakker. Pedig ez a sziget, ez üvöltött azért, hogy itt lesz valami, hát... olyan sokat mondóan van belelógva ott fölül. Ó, Saint Clin Dufin Fond. Ja igen, ott vagyunk. Azért beszélt róla, tehát, hogy az egészet kör begyalogolja, az nem a templom. Hát... kicsit fura nekem itt ez a sík terep, olyan kicsit indokolatlanul egyenes, mint hogyha ilyen jövőbeni terv lenne itt a fejlesztők részéről, vagy mi építhetnénk ide valamit, de hogy, nem tudom. Hát láttam én még ezen kívül kisebb szigeteket, amik inkább homokbuckák, mint szigetek, de láttam, szóval azokat megnézem. Eket igazából hajókázok, amerre csak látok, aztán... csak lesz valami. Itt a kis hidacska, amint mindig bejövünk a városba. Jaj! Óvatosan, nem kiesni. Ebből a szögből még nem láttam. Rodex! Csak nem Rodex is nyomja ezt a gémet. Na, itt ez a homokbucka, amit néztem, hogy szigetnek nevezhető még. Aha, hát... hasonló izgalmak. Mint az előbb voltak. Egy konkrét homokbucka. Úgy, ahogy van. Igen, hogy ott a város, arra még, meg ott van az épülőhíd, ami sose készül el, meg ilyenek. Megyek még valamerre. Most majd lesz valami. Hopp! Minden híd alján van valami üzenet? Easter eggs, nice. Oké. Okay. És persze itt is van egy felirat. Hey you bully beautiful lie. A lényeg, hogy beautifulok vagyunk. Nice. Ó, ezt hogy nem vettem észre múltkor, mondjuk nem volt jó a szöge. Hello you. Minden hídnak van egy üzenete. Aha, és az utcsó híd, ő mit mond? Nothing to see here. Akkor már megyek is, és igazából az a híd, ami mellettünk van, és ugye a bratyó meg közöttem van ugye a leágazásban, és az azt jelenti, hogy ha egy kicsikét még jövök, akkor mindjárt meg is látom a kis mólómat. Ott is van, és hazajöttünk az új luxus hajónkkal, vagy mivel igazából. Hát nem mondom, hogy bejártam a tenger minden egyes négyzetcentiméterét, és mindent nagyon jól átnéztem. De egy valami már most egészen egyértelmű számomra, ennek így semmi értelme, legalábbis a játék jelen állásában. Az a sziget nekem nagyon szasz. Ott azon a flat részen biztos vagyok benne, hogy lesz majd valami. Hogy mikó, meg mi, hát azt még nem tudjuk. Szóval erre majd még várni kell, de hogyha új frissítés jön, akkor azt majd mindenféleképpen meg fogjuk nézni. Most egyelőre befektettünk a nagy, büdös semmire. De hát... miért lepődni? Meg ez a játéknak egy sajátossága. Viszont akkor innentől kezdve egy dolog jut eszembe, mielőtt még nekiállnánk a nagyon száraz és végtelen juharszirup farmolásnak, a bagi építés. És ott van a láncfű részük. Köszi szépen! Ha elhagytam volna, akkor ennek nagyon jó hasznát venném most. Most például nem ajánlotta föl, mondjuk.
akkor lehetséges, hogy nem minden nap tudunk tőle kérni, de ez egy tök jó funkció. És elérkezett a pillanat az 50. barátságpontunk Jack-kal. What's that? You're a good guy and I trust you, guys, at any time you want. Úristen, köszönöm! Jézusom, a legjobb ajándék ever! Soundproof walls are not cheap. Igen, azok nem olcsóak. Minden egyes nap neki más a beszélgetés, minden egyes nap. Szóval innentől kezdve hétvégén is, meg amikor be van zárva, akkor is jöhetek. Végül is itt hagyjuk a küszöbben a pénzt, azt majd amikor jön elveszi. Mekkora király, úristen, végre nem lesz olyan, hogy hétvége van és ezért nem megy a generátor. Hétvége van és nem tudok menteni, mert nincs áram. Jaj, de jó, mondjuk most már a kettő kannával azért van annyi tartalékom általában, hogy ez ne forduljon elő. Szóval ez már megint egy olyan dolog, ami hogyha előbb történt volna, akkor sokkal jobb lenne, de nagyon jó. És bármikor tudunk tankolni, királyság. Ez azt jelenti, hogy annyira nincsen lemaradva a versenypálya, ownerünk se. Nála már csak 6 nap beszélgetés, ami igazából pont egy hét. Lehet, hogy zajvédő falakat akar építeni, és azért kell majd annyi pénz amúgy. Hát végül is annak így lenne értelme, és az összegnek is lenne értelme. Jaj, de az... Jaj... Nem is akarok belegondolni. Na de akkor visszatérve arra a bugira, itt van minden, ami kell hozzá, mind az 5 darab part, és... Várj, 6 darab kell, 1-2... Mind a 6 darab part, igen. Először is rárakjuk a csövezést. Milyen rakéta lesz ebből? Jöhetnek a kerekek. Igen. Jöhet mondjuk a felfüggesztés. Yeah, jöhetnek az ülések, meg benzintartály, meg ilyenek. És, ja nem, az ebbe van. És akkor a motor és benzintartály hátulra, és ez így 5/6. Ja, és itt van, igen, a kormány, műszerfal, meg ezek. Ezt sajnos nem ide raktam, de most már benne van, wow. You find all the parts, that buggy is so fun to drive, I can't even describe how much. Nem láttam végét, de nagyon fun ezzel a buggyval menni, és gratulál, hogy sikerült. Wow, azért ez nagyon egybe van. Nézzük csak a tankot, hát persze, hogy porzik, szóval öntsünk bele egy kicsikét, hát így se túl sok üzemanyagom. Ajaj, hát nem tudom, az így elég, hogy bemenjünk a városba megtankolni csurig, pedig jó lenne. Berakok egy kannát, aztán maximum majd elszaladok félúttól tovább, reméljük azonnal nem fog kiesni. Wow, ott a kis kulcs. Hú, ez nagyon úgy hangzott nekem, mintha valamilyen sportmotornak a blokkja lenne ebbe bele. Belerakva, belemókolva. Júj, de még mennyire? Hogy elforog 13 000-ig? Azt a rohadt, ez kegyetlen lesz, te! Egyesbe bepöccítjük. Szépen kiállunk. És let's go! Azt a jó életbe, de komoly! Ez valami kegyetlen, amikor egy ilyen buggyba beleraknak egy valami 600-as sportmotor blokkot, és szétforgatja 10 000 fölé, ahogy az kell. De ez hogy megy? Jóságos ég! Olyan szinten tapad, hogy ez kegyetlen. És még aszfalt, nem, azért aszfaltod a bömbi talán jobban tapad. De terepen ez verhetetlen. Mennyivel menjünk? 90-nel. Instant halál. Értem én, hogy bukócséből áll az egész, de hogy így a fék is milyen benne. Hát mondjuk nem nagy súlyt kell megállítania. És beértük, itt a benzinkút, hello. Hajra, rakjam tele ezt a rossz fiút. Ó, ott van, hogy meddig van. Na, annyira nem is volt benne igazából, kevés iránézésre. Nem akarom elhagyni a gaskent, szóval itt hagyom egy darabig. Hiszem, hogy hazafele elviszem. Itt a városban a patkák mennyire fognak ki rajta vajon? Van egy ilyen érzésem, hogy sem egyre. Nem tudom, hogy ha felborulok vele, vajon ebben van-e puller, de szerintem van.
Hogy keresztül vagy mindenen? Azt a jó életbe! Ú, várjál, erre víz van. Azon annyira nem megy majd keresztül. Hoppá! Igen, nagy patka volt. Csak óvatosan azért. Ez olyan összkerekes lehet? Hadd nézzem már meg. Á, nem, csak hátsó kerekes, de... De úgy megy, mintha összkerekes lenne. Kegyetlen. Ú, nem tudom a bukócsövet le kilakatolni. Santagót. Ja, a fejlesztő. Lehet, ezt már láttam amúgy. Nem tudom, nem emlékszem. Na, ezzel kell keresgélni a mapon. Hogyha szikritekre vadászik az ember. Tjú, hány fokozatos? Hot! Na? Wow! Much, much better. Mondjuk másban nem nagyon látok rajta, amit úgy nagyon lehetne, de azért egy próbát megír. Hát... Nem nagyon. Wow, te jó néz ki. Várja valami színt neki? Nem tudom, mondjuk pirosat. Működik. A külön a csövet, meg külön azt a részt is lehet. Húha, várja, akkor milyenre kéne? Fekete, piros? Hát vagy így. Wow. Vagy fordítva pont. De a másik jobb volt szerintem. És még mattot is fújok rá. Az lesz az. Hát hagyjad már, ez nagyon durván néz ki. Fel lehet kapcsolni ezért? A lámpát. Fel lehet, mert hogy van elől az is. És milyen nagy fényt ad. Jó ég. Nagyon, nagyon menő. Hú, viszont nagyon gyorsan fogy a tank. Újra meg kell rakni. Ennyi időt levett. Három. Hát 4 litert. De menjük, küldjük meg. Van egy jó ötletem, hogy hol tudnánk megküldeni keményen. Hú, ez azért nagyon instabil nagy sebességnél. Arra vigyázzik el, de itt a szántófődeken. Meglátjuk, mit tud. 5-ös, 150, és forog tovább. 6-os, kiakadt az óra, nem tudjuk mennyivel megyünk, de nem is érdekes. 6-os leszabályozva. Hát egy 200 meg lehet. Nagy fék. Oj, hol vagyok? Úristen, ne csak a vízbe, ne! Hol vagyok? Hát ez víz. De még mennyire, hogy víz. Atya világ. Hát ez rip. Kicsit megpattant, egy kicsit gellert kaptunk. Na, hát megesik az ilyen, nem? Ó, banyek, jó. Ebből vontató szolgálat lesz. Ezt innen nem szedem ki. Akkor gyalogolhatunk haza. Na majd holnap folytatjuk. Sose hittem volna, hogy ez a quad még életébe fog majd szolgálni igazából. De úgy néz ki, hogy mégis szépen megtöltjük. De igazából van ebbe. Akkor ez nem is tölteném. Hát szerintem ez nem nagyon fog itt megmaradni, hogyha ráteszem. Igen. Jó, akkor ezt majd felszedjük valamikor, de ezzel elmegyek és teletankolom. Jaj, már bezárt a kút. De kár. De nem nekem. Na nézzük csak, odabönt már nincsen senki. Levesszük a tankolópisztolyt, előtte persze letekerjük a kis kupakot. És surog is a benzin. Úristen, de jó. Hát ebben jó sok hiányzott. Ide bent is, be azért nem tudok menni, tehát akkora nagy luxi life nincsen. Ezt nem tudom ki lakatolni, mondjuk nem, mint hogyha nagy baj lenne bárhol, sehol se látok nagyon rozsdát. Akkor nem, oké. Max festeni tudnánk, tudjuk festeni? Van itt egy kis piros festék. Ez így csak? Hát nem, nem baj. Ezt nem is kell. Ja, meg hát persze rendeljük meg a towing service-t. Basszus, zárva van. Hát akkor az egy darabig ott ázni fog a vízbe, hétfőig. De várjuk csak, ezt nem tudom elvinni kézbe. Gyere csak! Dehogy nem. Multitasking. Viszont idetől kezdve nincsen más dolgom, mint hogy főzzem a juharszirupot 0-24, és figyeljek az optimál temperature-re, hogy zöldbe legyünk, mert akkor a leggyorsabb a dolog. Szóval nincsen játék, nincsen lazsálás, mert ha itt hagyom, akkor leesik a zöldből, és már bukjuk a dolgot. Innentől kezdve nagyon nagy koncentrálás kell erre, meg néha elmegyek majd ugye a városba, amikor visszam a juharszirupot, barátkozok, de abúgy, that's all.
Ennyi lesz az életem innentől kezdve. Ó, bakker, tökre lemaradtam az utalásról, viszont 10.000 dollárunk van, ami azt jelenti, hogy ilyen 9.000 dollárt utalhatott most, így vasárnap. Hát, én azért 10.000-et számoltam alsó hangon, mert azért vittem hordókat. Lehet már közben körbeért, hogy a legelsőkért, amiket már vittem, már nem kapok pénzt, és most ahogy viszem az újakat, ugye a mínusz meg a plusz, és akkor így jön ki végül a dolog. Szerintem az lehet benne, akkor hát ez egy ilyen 5-6 hete lehetséges szerintem, mert hát felmentünk Jack-kal idáig barátságba. Na igen, akkor nagyjából ilyen 6-7 telhetett el eddig a játékban, úgy nagyjából reális akkor, hogy olyan 5 nagyjából, ameddig kapom egy hordó után a pénzt. Nice, az végül is akkor hordónként összesen 1000 dollár. Az szép, csak hát ezt ki is kell várni. Azért a kemény munka meg is hozza a gyümölcsét, hiszen 7 hordó volt csak a vasárnapi termés, így hogy folyamatos voltam, fullos workflow, és azt kell, hogy mondjam, hogy még a tartály is kevés hozzá, mert ez ugye feltöltődik 5-ig maxra, miközben megy fullosan a dolog, viszont utána már ilyen 9-kor kiürül, pedig én még éjfélig tudnám nyomatni, szóval konkrétan kéne a második tartály is, annyira nem életbe vágó, szóval ezt 10.000-et most nem verném el arra, de hát elgondolkodtató, mert hát már nem fér bele fektetve a hordó, csak állítva, hát ilyen se volt még, szerintem az első kagyarba fog felborulni minden, de hát ez ilyen, azaz, boruljatok, jó van, na mindegy, csak ne essen ki egy se, és nem esett ki egy se, nice, akkor instant 1400 dollár. És kifagyott a játék, anélkül, hogy a mai napon úgy egyáltalán mentettem volna. Az automata mentés meg hát már tök múlt századi technológia, szóval szerencsére a játék nem is tartalmaz olyat, így 3 óra gameplayem mehet a kukába. De hát semmi baj, a következő részre eljutok majd ugyanidáig, ugyanúgy, ahogy tartottunk nagyjából, és innen folytatjuk majd tovább, és kifarboljuk majd az árambekötést is, illetve az elektromos heatert is. Szóval, hogyha tetszett ez a rész, srácok, akkor dobjatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. De sziasztok!